Egy érdekes videót küldött valaki e-mailben, és gondoltam, érdemes megnézni azt, amiről beszél Németh Sándor ebben. Úgyhogy hallgassunk bele, és aztán közben meg fogjuk nézni, hogy mi az, amit az írás valójában mond erről az egészről, mert amiről ő beszél, az borzasztó hallgatni. De sajnos ez a helyzet szinte mindenhol, minden gyülekezetben ilyen vagy olyan módon az emberek félreértelmezik az írásokat, legfőképpen azért, mert nem is használják azokat. Szinte mindenki Pál, Saul leveleit használja fel, minthogyha az írásnak minősülne, vagy az Jehova a teremtő szavának minősülne. Mindenkinek szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy az nem más, mint egy kommentár azoknak a gyülekezeteknek, melyek akkor éltek abban a környezetben és azon a környéken, ahol Saul kifejtette tevékenységét, főleg Jeruzsálem vagy Izrael körül. Nem lehet azonos értékű az írása. Mindaddig, amíg az emberek a könyv végén fogják kezdeni, és teljesen figyelmen kívül hagyják annak nagy részét, addig ez a probléma fenn fog állni, mint ahogy fenn is áll, hogy gyakorlatilag senkinek nincs fogalma arról, hogy mi az igazi üzenete az írásnak. Még egy dologra felhívnám a figyelmet, a levél egy református hívőtől jött, és egyszerűen sokkoló az egész, amiről szó van, de hallgassuk meg egy részét legalábbis. Tisztelt Sándor úr! Rendszeresen nézem az adásokat, habár református vagyok, az is maradok. De nem értek egyet a válaszával, mert a disznó hússal kapcsolatban küldött egy nézőnek. Máté evangélium a 5. 17-ben azt írja, ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a profétáknak az eltörlésére, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Habár én is eszem a disznóhúst, mert szeretem, attól még hiszem, hogy Isten végleg eltiltotta. Sajnálatos módon nagyon csalódtam, hogyha ön ezt nem így látja. Bocsánat, hogy ezt ki merem mondani, de így gondolom. Tisztelettel Erdélyből Piroska. Oké, nézzük meg, hogy Máté evangélium 5. mit ír. Ezt remélhetőleg mindenki kívülről tudja már. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a profétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg ég és föld elmúlik a törvényből, egy jóta, egy pontocska el nem múlik, míg minden be nem teljesedik. Hogy lehet ezt nem érteni, az egy rejtély, és az is marad mindörökre, de meg fogjuk nézni, hogy hogyan tulajdonképpen, és felhívom mindenki figyelmét, hogy borzasztó hallgatni, de érdemes, mert ez az, ami ahogyan a legtöbb ember értelmezi az írásokat. Mindenkinek van egy koncepciója arról, hogy hogyan szeret élni, és arról, hogy vajon mit is mond az írás, ez próbálja és ez igazítja az írás tartalmát, és nem fordítva. Miközben egyértelmű, akár ez a fejezet is, hogy nekünk változnunk kell, különben nem fogunk eljutni oda, ahova szeretnénk. 13-as verszakra, ha visszaugrunk, egyértelművé teszi a másiák, ez ugye az olajfák hegyén a beszéde, hogy mi az, amiről szól ez az egész. Ti vagytok a földnek savai, ha pedig a só megízetlenül mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Mit jelent az, hogy ti vagytok a só, és mit jelent az, hogy megízetlenül, ha nem azt, hogy valami más életmódot folytatunk, mint az összes többi ember, különben ugyanolyanok vagyunk, mint az összes többi ember? Ha ez pusztán abban nyilvánul meg, hogy mi mondogatjuk egymásnak, meg az utcán, meg ülünk hétvégente és tapsolunk valakinek a filozófiájához, akkor mi a különbség köztünk és a világ közt? Honnan fogja az ember megmondani azt, hogy ez egy más életmódot folytat, vagy ez az, aki a világnak a sava borsa? Vagy 14-es vers, ti vagytok a világ világossága, nem rejthetik el a hegyen épített város. Hogyan lehet valaki a világ világossága, ha ugyanazt eszi, mint az összes többi ember, ha ugyanúgy öltözik, ugyanúgy beszél, ugyanazok a ünnepei, minden ugyanaz. Mi lesz a különbség? Hogyan lehet valaki a világ világossága? Hogyan lehet valaki az a város a hegyen, amelyet nem lehet elrejteni, ha ugyanazt a szemetet eszi, mint az összes többi ember?
gyertyát sem azért gyújtanak, hogy véka alá, hanem hogy gyertyatartóba tegyék, és fénylék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fénylék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Akkor ezek szerint csak vannak jó cselekedetek, ahogyan ők szeretik azt mondogatni, hogy nem tudunk semmit csinálni, mert ő mindent megtett, meg ez egy tökéletes munka. Persze, természetes, hogy az. De miről beszél itt jó cselekedet, ha nem arról, hogy megismerjük az ő írásait, az ő útját, azt járjuk, és akkor leszünk majd a világ világossága. Az a gyertyatartó, vagyis az a gyertya, amelyet azért gyújtanak, hogy mindenkire ragyogjon, aki a házban van. Hogy azok lássák, hogy ez egy másfajta ember. Megkérdezzék, érdeklődjenek, és oda vonza az a világosság őket. Mi más lenne az, mint az embernek a jó cselekedetei? Elmondja itt, hogy mi az, amit elvár tőlünk. Az, hogy megismerjük az ő útját, és hogy úgy járjunk. Akkor lesz az ember a világ világossága, akkor lesz az a gyertya, vagy akkor lesz a világ sója. Ha ugyanazt eszi, sőt, ugyanazt tanítja, akkor nem tudja az ember az utat mutatni a többinek. Sőt, ha tovább olvassuk, mint hogy ő is majd megteszi azt, akkor egyértelmű az, hogy miről beszél. Valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket. Hogy lehetséges az, hogy arról beszél utána, meg fogjuk nézni, hogy nem lehet betartani, mert ha egyet is megrontunk, akkor utána megrontjuk mindet. Arról beszél, hogy ha valaki úgy tanítja az embereket, az is elegendő. Ő pontosan erre tanítja az embereket, hogy megszegjék a törvényeit, az instrukcióit, melyeket azért adott, hogy megmutassa, hogy hogyan legyünk különbözőek a világtól. Ő ezt tanítja az embereknek, nem kell megrontani, elég tanítani azt, ő ezt csinálja, és ennek ellenére nem látja, és az emberek ott ülnek, és tapsolnak neki, miközben csak felébe hagyja a mondatot, ami itt le van írva, különben láthatná mindenki, és megérthetné, hogy nem kell, hogy valaki megrontsa, elég, ha valaki úgy beszél. De egyébként itt még nincs is vége igazából a horrorfilmnek, mert most az következik, amit ez a református hölgy írt, ez az, amit felolvas most. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy füleljen, hogy mit mond a református. Habár én is eszem a disznóhúst, mert... Azt mondja, hogy ő is eszi a disznóhúst, és azért reklamál, hogy ez azt tanítja az embereknek, hogy lehet enni. Ír egy reklamáló levelet, miközben ő is ugyanazt csinálja, amiről ő beszél itt Német Sándor. Miféle logika az, amivel az emberek gondolkoznak, hogyha érthetetlen, de nézzük tovább. Szeretem, attól még hiszem, hogy Isten végleg eltiltotta. Érthető, amiről beszél a levélíró. Azt mondja, hogy végleg eltiltotta, hiszem ennek ellenére eszem. Ez 3 Mózes 11.43-tól 47-ig, ugye Vaikra 11. Így szól. Én azt javaslom mindenkinek, hogy füleljen nagyon, hogy mi az, amiről beszél. Meg ne fertésztessétek magatokat semmiféle csúszómászó állattal, és meg ne tisztátalanítsátok magatokat azokkal, hogy tisztátalanokká legyetek általok. Tisztátalanná lesz, fertőzötté lesz az ember, ha ezeket az állatokat megeszi. Nem csak az, hogy megeszi, hanem ha hozzáér ezeknek az állatoknak a teteméhez. Sőt, minden, amihez ezek hozzáérnek, fertőzött lesz. A legtöbb dolgot ki is kellene dobni. Én nem azt próbálom mondani, hogy azonnali haláljár ezért, vagy hogy végünk van, ha megesszük. Én azt mondom, ami ide le van írva, nekünk úgy kellene gondolkoznunk, hogy hogyan élhetek ezek szerint, nem pedig arra keresni a lehetőséget, hogy mi az, ami arra utal, hogy én esetleg másképp tudok élni. Ez a legfontosabb, ahogyan gondolkoznunk kellene. Nézzük meg, mit ír a 44-esben, mert én, Jahua vagyok a ti hatalmasságotok, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek. Szenteljétek meg azért magatokat. Hogyan? Úgy, hogy ne egyétek meg ezeket a dögöket, mert ezeket azért készítettem, mert jók, de nem élelmiszerek. Elmondja egyszer, hogy szenteljétek meg azért magatokat. És szentek legyetek, elmondja még egyszer, mert én szent vagyok. Azaz én nem
érinteni meg. És én nem változom. Malakiás 3:6, én az Úr, vagy én Jehova nem változom meg. Ha ő nem változik meg, és azt akarja, hogy mi olyanok legyünk, mint ők, és ő kodás, vagyis szent, akkor hogy lehet az, hogy mi nem úgy élünk, ő ugyanolyan marad, és ennek ellenére mi az ő gyermekeinek valljuk magunkat. Háromszor elmondta, hogy mert én szent vagyok. Oké, de nézzük meg Malakiá 3:6, mert én, az Úr, vagy én, Jehova, meg nem változom, ti pedig Jakobnak fiai nem emésztettek meg. Ő nem változik meg. Ha ő nem változik meg, akkor mi miért mondjuk azt, hogy megváltoztatta azt, ami az ő szava, mikor megmondta, hogy nem változik meg? Meg ne tisztátalanítsátok magatokat semmiféle állat által, amely csúszik, mászik a földön. Az ember tisztátalanná válik. Háromszor leírta eddig, hogy tisztátalanná válik. Háromszor leírta azt, hogy legyetek szentek. Nézzük, hogy mit ír még. Mert én vagyok az Úr Jehova, aki felhoztalak titeket Egyiptom földéből, hogy hatalmaságotokká legyek néktek. Legyetek azért szentek, negyedjére elmondja, mert én szent vagyok. Ötödjére elmondja, hogy legyetek szentek. Hogyan lesztek szentek? Úgy, hogy nem esztek meg mindenféle férget, ami él és mozog a Földön. Felszólít minket arra, hogy legyünk szentek. Szent maga azt jelenti, ugye héberül kodes, azt jelenti, hogy elkülönült, elvált a világtól. Másmilyen, ugyanúgy, ahogy a gyertya fény elválik a sötétségtől. Ugyanúgy, ahogy a só ízt ad a világnak. Ugyanúgy, ahogy a város, ami a hegyen van, elkülönül a világtól. Erről beszél mindig, végestelen végig. Ő ilyen. Mi nem élhetünk másképp, és azt mondhatjuk, hogy mi olyanok vagyunk, mint ő, vagy az ő gyermekei vagyunk. De nézzük meg, hogy mi az, amit Jelenések könyve, vagy Higgaló 14-es fejezet 12-es versét. Megtudhatjuk, hogy a szentség még mindig ugyanazt jelenti. Itt van a szenteknek, Kodesim, békességes tűrése. Itt, akik megtartják Elohim parancsolatait és Jehusa Jézus hitét. Akik megtartják Isten vagy Elohim parancsolatait és a Messiák vagy a megváltó hitét. Ez a kettő együtt az, aki szentek minősül. Mire szólít fel? Arra, hogy legyetek szentek, mert én az vagyok. Az elejétől a végéig a szent ugyanazt jelenti. Az, aki úgy él, ahogy ő meghatározta azt. Hol határozta meg? Többek között. Ha Ikra 3 Mózes 11-es fejezetben. Fizikálisan az ember így tud tiszta maradni, vagy így lesz szent. Ez nem változik meg soha, mint ahogy ő maga sem változik meg soha. Teljesen mindegy, hogy mit mond Németh Sándor, vagy a református lelkész, az számít, ami ide le van írva. Nézzük, mi az, amit a megváltó mondott erről, ez Máté, Jehu, Máté 5-ös fejezet 48-as. Legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Nem azt mondta, hogy ezt nem lehet megtartani, hogy ezt senki nem tudta betartani soha, vagy hogy válogasd ki azt, amelyik éppen szerinted az. Azt mondta, hogy legyetek tökéletesek, úgy tökéletes, ahogy az atyátok tökéletes. Hogyan lehet tökéletes az ember? Úgy, hogy újjászületik, mit jelent az? Úgy, hogy engedi, hogy a Ruach HaKodes és a Szent Szellem vezesse őt, és onnantól kezdve ez az út egyszerűvé válik. Tudni fogja, mi a jó, mi a rossz, és lesz ereje, hogy a jó döntést meghozza. Azonban ehhez valóban újjá kell születni, nem úgy, ahogyan ő azt magyarázza majd a későbbiekben. Láthattuk, hogy azt mondta a Mássiák, a megváltó, hogy legyetek tökéletesek, azt mondja itt, legyetek szentek. Miért? Mert az Atya tökéletes, mert én szent vagyok. Ugyanazt mondja ott, amit itt. Ő nem változott meg, csak egész egyszerűen az ember az, akinek a szíve nem hajlandó járni ezen az úton. Nézzük, hogyan folytatódik ez a református levél dolog. Sajnálatos módon nagyon csalódtam, hogyha ön ezt nem így látja. Az a probléma, hogy ezek az emberek tulajdonképpen saját magukon is nevethetnének, hiszen ők ugyanezt csinálják, mint amiről írt a református hölgy. Csak ők nem mondták ki. Ő elmondta, hogy ő úgy gondolja 100%-ig, hogy az még érvényben van, ennek ellenére nem úgy él. Ők azon nevetnek, hogy tudják, hogy így van, ennek ellenére ők sem úgy élnek. Gyakorlatilag magukon röhögnek, és a probléma az, hogy ezt észre sem veszi az ember, hiszen áll előtte valaki, aki meggyőzően képes filozofálni erről a dologról úgy, hogy egyetlen egy verset sem olvas fel az írásból. Írásból úgy értem, mint a Tanakh, azaz amit ők Ószövetségnek hívnak.
Saul levelei, meg amiket ő felolvas, az a néhány sor, az egy másik történet. Nem arról beszélek, hogy az nem ihletett, arról beszélek, hogy az nem hívták soha effektíve írásnak. Nézzük tovább. Bocsánat, hogy ezt ki merem mondani, de így gondolom. Tisztelettel Erdélyből, Piroska. Szóval, ugye ez az, ami egy református ember fejében él, hogy tudja, hogy bűnt követel, és tudja, hogy van parancsolat, ennek ellenére megteszi. Azt sem mondhatjuk, hogy nem tudja, meg azt hiszi, ki mondta, hogy ő tudja, hogy bűnt követel, ennek ellenére megteszi, mert szereti. Zsidókhoz írt levél 10-es fejezet, ugye Avri 10-es, ami már a Mássiák halála után van, feltámadás után. Nézzük, hogy mi az, amit ír. Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat. Ez az, amiről beszélt az erdélyi hölgy, ez az, amiről Németh Sándor beszélt. Tudják, hogy ez így van, ennek ellenére szándékosan megszegik azt. Nem is tudom, hogy mi az, amire számítanak, de ide le van írva, hogy mire lehet. Nincs többé bűnökért való áldozat, hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket. A probléma soha nem a törvénnyel volt, ez számtalanszor kijelenti. A probléma mindig is az ember szívével volt. Ugyanaz volt a probléma, ami most. Tudta, hogy nem lehet, ennek ellenére megtette, mert így egyszerűbb volt az élet, vagy ő csak így akarta, vagy így gondolta, és úgy volt vele, hogy majd biztos azt mondja a végén, hogy jó van, kegyelem alatt vagy. Azért, mert hangosan mondogatod, vagy elégszer mondogatod azt, hogy mennyire hiszel. Miközben le van írva, hogy ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerésére való eljutás után, akkor nincs többé bűnért való áldozat. Ez az, amiről ők beszélnek ott, hogy ennek ellenére majd még nekik lesz. A legszebb az egész könyvben az, hogy el is magyarázza még részletesebben utána, hogy mi az, amiről beszél. Aki megveti a Mosé Mózes törvényét, két vagy három tanúbizonságra irgalom nélkül meghal. Ez már a zsidókhoz, a Mássiák halála után, feltámadás után. Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésen méltónak ítéltetik az, aki Elohim fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, melyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek rakját, lelkét bántalmazza. Arról beszél, amit ott tanít Németh Sándor, amiről az a református hölgy beszél. Tudja, hogy mi a bűn, tudja, hogy mit nem kellene tennie, ennek ellenére megteszi, mert szereti. Ez az, amiről szól ez a négy vers. Szándékosan bűnt követel, tudja az igazságot, nem lesz áldozat, hanem ítélet, mert ellenszegű. Ha ez már akkor is halállal járt, mikor Mose törvénye volt érvényben, mit ír? Képzeljétek el, hogy mennyivel súlyosabb lesz ez most! Nem az, hogy majd ezt a kegyelemmel majd elsikáljuk, hogy el lesz intézve, hogy azt mondja, hogy ez súlyosabb lesz, hiszen látta az ember, hiszen feláldozta a saját fiát, a szó testet töltött, eljött, meghalt. Tudjuk, hogy mi az igazság, ennek ellenére semmiben nézzük azt az áldozatot, azt a szenvedést, melyen ő keresztül ment. Aki megtapodja ezt, erről beszél, a szövetség vére, a szövetség maga a tora, az instrukció. Az a szövetség. Ennek a vére, mellyel behintette azt, és mindazokat, akik ebben járni szeretnének, az az ő vére. Az belépett a szövetségbe. Ezáltal megszenteltetett. Miről beszél, hogy legyetek szentek, miképpen az atyátok szent? Úgy lesz szent az ember, hogy újjászületik, a vére megszenteli, és onnantól kezdve úgy él, olyan döntéseket hoz, és tisztátalannak tartja. Miről beszélt az előbb, hogy tisztátalan leszel? Azok által, az állatok által. Tisztátalanná teszi magát az ember. Többek közt ezzel. És ezzel ez az, ahogyan a Ruach a Szent Szellemet bántalmazza. Folytatni fogjuk tovább a későbbiekben, még beszeretném fejezni 3 Mózes 11-jel, hogy egyértelmű legyen az üzenet. Ez a törvény a baromfélékről, ugye ezek a négy lábak, a szárnyasokról, minden élő állatról, mely nyüzsög a vizekben, minden állatról, mely csúszik-mászik a földön. Elmondta, hogy ez a törvény, amit itt leírt, ez az instrukció a Tora mindenre érvényes, ami él és mozog. Hogy különbséget tehessetek a tisztátalan és a tiszta között, az olyan állat közt, mely megehető, és az olyan állat közt, mely nem ehető meg.
Nem arról beszél, hogy ez egy rendelet, amit azért hozott, hogy nekünk nehezebb legyen az életünk. Megmondja, hogy mi az, amit úgy készített el, hogy étel legyen, és mi az, amit úgy készített el, hogy ne legyen az. Ő nem választási lehetőséget ad itt az embereknek, hanem egy instrukciót, egy útmutatást, egy segítséget, hogy az ember tudja, hogyan kellene élnie. Ez eddig is így volt mellesleg, ez nem egy új jelenség, amiről itt ír. Bereshit 1 Mózes 7 így kezdődik. Mondja az Úr Noénak, menj be te, az egész házad nép a bárkába, mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben. Minden tiszta baromból hetet-hetet vígy be, hímet és nőstény. Azokból a baromból pedig, melyek nem tiszták, kettőt-kettőt hímet és nőstényét. Ez ugye Noah, vagy Nak, vagy Noé, és már ekkor is volt tiszta és tisztátalan, amikor még nem volt híre hamva sem a zsidónak, vagy az izraelitának, de még Ábrahámnak se, Mózesnak se, senkinek. Már ekkor tudni lehetett, hogy mi az, ami tiszta, és mi az, ami nem. Ugyanitt a 7-es vers, beméne azért Noé, és az ő fiai, az ő felesége, és fiainak feleségei ővel a bárkába az özönvíz elő. A tiszta barmok közül, és a tisztátalan barmok közül, madarak közül, és minden földön csúszomászó állat közül, kettő-kettő méne be, Noéhoz a bárkába hím és nőstény, amit Elohim megparancsolta vala most Noénak. Tiszta, tisztátalan, már ekkor is létezett a kezdet kezdetétől, ez a jelenség létezett. Ez Beresi 8-as fejezet, 20-tól a 22. versig, ugye első Mózes. És oltárt épít Noach, Jahuának, az Úrnak, és vőn minden tiszta állatból, és minden tiszta madárból, és áldozék égő áldozattal az oltáron. Mindennek megvan a maga jelentősége, a tiszta állatnak, a tiszta madárnak, az oltárnak és az égő áldozatnak. És utána annak, amit a következménye ennek, amit meg fogunk látni. Már ekkor is volt tiszta madár, tiszta állat. Tiszta madár és tiszta állatnak nincsen köze a másiákhoz és ahhoz, amit ő tett. Ez a kezdet kezdetétől így volt. Az égő áldozat az embernek a munkásságára utal, a gondolkodásmódjára, az a cselekedeteire, az oltár pedig az embernek a szívében van benne. Az ember szíve jelképezi a fridládát, abban vannak benne az instrukciók, vagyis a Tora. Az oltár pedig ugyanúgy ott van, és az az, ahogyan minden nap, nap után az ember a cselekedeteivel igazolja azt, hogy ő ezen az úton jár. Az a probléma, hogy úgy olvassák legtöbben ezt, hogy ó, átlapozom, mert ennek semmi értelmét, áldozgattak állatokat, meg így néz ki, meg úgy néz ki. Azért mondta el, hogy hogy néz ki, mert fontosnak tartotta. Ez egy üzenetet küldött nekünk, mikor már nincs templom, és nincsen fizikális oltár, hanem mi vagyunk a templom, mi vagyunk az oltár, és a mi munkásságunk és cselekedeteink az égő áldozat. Ha akkor a tisztátalan állat nem volt elfogadott az oltáron, mert tisztátalanná tette, most hogy lenne az? Ugyanúgy bekerül a templomba. Miért nem mondta azt, hogy bármilyen állatból? Azért, mert jelentősége van, hogy melyik állatból. Ugyanúgy nekünk is meg kellene értenünk azt, hogy van jelentősége annak, hogy mi az, ami bekerül a templomba, mi az, ami tisztátalanná teszi, megfertőzteti és megszentségteleníti, hiszen ezeket ő nem fogja elfogadni. Ezért mutatta meg, hogy hogy kellene élnünk. És megérzi Jahua az Úr a kedves illatot, és mondja Jahua az ő szívében, nem átkozom meg többé a földet az emberért, mert az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva, és többé nem vesztem el mind az élő állatot, mint cselekedtem. Azaz a tiszta áldozat, az állat és a tiszta madárból az égő áldozat az oltáron azt eredményezte, hogy ezután létrejött egy újabb szövetség az ember és Jahua között, ugye ez a szivárvány. Ha úgy cselekszünk, ha úgy élünk, akkor jön létre a szövetség köztünk és közte, hiszen engedelmesen követjük, nem szegjük meg azt szándékosan, ahogy olvashattuk Zsidókhoz 10:26-tól. Persze az ember szívének gondolata az gonosz az ifjúságától fogva. Mindannyian tudjuk, hogy miről beszél, hiszen mindannyian vétkezünk, és vétkeztünk, és vétkezni is fogunk. Az nem azt jelenti, hogy nem kell arra törekednünk, hogy ne tegyük meg. Valamit az ember megtud, utána igyekszik úgy élni, hogy az elfogadható legyen. A legegyszerűbb az, hogy mit eszek. Egyszerűen el lehet dönteni, még most, amíg a választék
korlátlan, hogy mit teszik az ember. Nem hiszem, hogy olyan nagy probléma lenne bárkinek, és azt mondaná, hogy ne edd meg azt a dögevőt, mert amúgy sem használ semmit, ráadásul még tisztátalanná tesz, megfertőz, és megszentségtelenít, és akkor nem fog az ő szent szelleme veled lenni, mert nem lesz egy olyan templomba, amiben mindenféle lomok áramlanak be napi szinten. Úgy, hogy ráadásul tudod is, hogy nem kellene. Nem azt állítom, hogy ez az ember gonosz, vagy szándékosan félrevezeti az embereket, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem. Én azt mondom, ami le van írva, azt kell nekünk értelmezni. Nem szorítkozhatunk néhány levélből kiragadott versre, mikor a másiák vagy a megváltó idején sem tették ezt az emberek, sőt, biztos vagyok benne, hogy akik az utat járták, nem Saul leveleiből tanították egymást, mint ahogy tudjuk, hiszen le van írva, hogy nem így történt. A másik az, hogy nem is léteztek ezek a dolgok. Akkor mi az, amiből az emberek eljutottak az igazsághoz, ha nem a Tanák, az Ószövetség, melyet mi már nem használunk? Ez az, amire rá szeretnék világítani, hogy értse meg mindenki, hogy az, ami az általános vélekedés nem fog eredményre vezetni, hiszen az út keskeny, és a kapu szűk, és kevesen találják meg, úgyhogy mindenkinek nem lehet igaza. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!